Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai magazinban. Mi lesz a vízi közmű vagyon sorsa? Bibliai történetekkel is ismerkedtek a gyerekek a bárányképzőben. Megrendezték az 5. József falvi búcsút. Székely dédunokák tábora Bátaszéken. Múlt heti magazinunkban már szó esett arról, hogy Bátaszékváros egyelőre nem kívánja eladni a vízi közmű vagyont, és arra vállalkozik, hogy kigazdálkodja az áramdíj emelésből származó többletköltséget. A szolgáltatást végző Erőv vízi közmű ZRT az áremelés hatására kényszerhelyzetbe került, és felmerült lehetőségként az önkormányzatok tulajdonában lévő vagyon állami tulajdonba adása. Az Erőv vízi közmű ZRT 2021-ben 360 millió forint szolgáltatáshoz kapcsolódó áramdíjat fizetett ki. Ez ebben az évben 1,2 milliárd forintra növekedett. A megnőtt árak miatt nehéz helyzetbe került a társaság. 2013 óta a rezsicsökkentett vagy hatósági árból sajnálatos módon ugye nem fogjuk tudni kigazdálkodni, ezért ugye nyilván segítségre van szüksége a társaságnak. Ez két dolog lehet, ugye az egyik a tulajdonos önkormányzatok tulajdoni részarányában történő befizetés, ugye a másik lehetőség pedig egy állami támogatás, ugye ami az állami támogatás avval jár, hogy ugye a tulajdonos önkormányzatoknak ugye vagyont kell átadni, és ennek fejében kaphatjuk meg a támogatást az áramszámlára. A cég a tulajdonosi körben lévő 51 településén szolgáltat vízellátást és szennyvízelvezetést Tolnamegyében, így Bátaszéken is. Az önkormányzatok tehát döntési kényszerben vannak a tekintetben, áruba bocsássák-e az évek alatt fejlesztett víziközmű vagyont, vagy megpróbálják kigazdálkodni a megnövekedett költségeket. Az önkormányzat ugye a befizetést a saját költségvetésből, saját finanszírozásban tudja megoldani. Ugye az állam meg ugye hozott 2020-ban azt hiszem egy rendeletet, ahol lehetősége van, 21-ben bocsánat, lehetősége van ugye díjmentesen vagy hát ingyenesen a vagyont, a vízi közmű vagyont átadni az államnak. Erről a kérdésről tárgyalt már Bátaszékváros önkormányzata is a legutóbbi ülésen. Akkor 9 képviselőből 8-an jelen voltak, és a témában teljesen egyhangú döntés született. Ameddig lehet, keressék meg a megoldást, ami az önkormányzati vagyon helyben tartását szolgálja. Hiányt ez gyakorlatilag a tulajdonosok egy meghatározott számítási elv alapján fizessék meg. Ez Bátaszék esetében 112 millió forintot jelentett volna. Ugye az önkormányzatok sajnos nem állnak abban a helyzetben, a Bátaszéki semmiképpen sem, hogy ezt be tudná fizetni a szolgáltató részére. A másik megoldás az integrációs folyamat lehet. A hatályos vízi közmű törvény alapján, ha is amennyiben az ellátásra kötelezett, azaz az önkormányzat nem tudja a vízi közmű szolgáltatást bármilyen oknál fogva fenntartani, akkor önkéntesen és ingyenesen átadhatja a vízi közmű vagyonát a magyar államnak, és átadhatja azt a tulajdon részét, amit a vízi közmű szolgáltató cégben tulajdonol. Ezáltal kvázi megszabadul az ellátási kötelezettségtől az önkormányzat, és a magyar állam lesz köteles biztosítani adott településen a vízi közmű szolgáltatást. Hát nagyon nem szeretnénk mi Bátaszékváros önkormányzata részéről azt a mintegy 2,5 milliárdos önkormányzati vagyont és a gazdasági társaságban lévő tulajdonrészünket ingyenesen átadni, és gyakorlatilag teljes egészében kikerülni abból a döntési mechanizmusból, ami a vízi közmű rendszert illeti. Jelen pillanatban az önkormányzatok felé volt egy tulajdonosi taggyűlés, ahol ugye fölvázoltuk a helyzetet, meg a lehetőségeket. Jelen pillanatban most az van, hogy az önkormányzatok ugye közgyűlés elé viszik ezeket a problémákat, ezeket a kérdéseket, hát és várjuk ugye most jelen pillanatban azt, hogy a közgyűlések az önkormányzatoknál hogy fognak dönteni. Én nem látok bele az önkormányzatok költségvetésébe, ezt igazából ők tudják megmondani, hogy mi fér bele nekik, és mi nem fér bele. A helyzet tehát az, hogy az önkormányzat lehetőségei szerint láthatóan nem képes megfizetni a megnövekedett költségeket.
Ugyanakkor az eddigi fejlesztések eredményét és a fejlesztések irányát meghatározó döntések lehetőségét nem szeretnék elengedni. Végleges döntést tehát nem hoztak az ügyben. Ez egy későbbi önkormányzati ülés, vélhetően nehéz és hosszú vitát kiváltó napirendi pontja lesz. A bátaszéki református plébánia által szervezett bárányképzőbe vehettek részt a gyerekek Alsónyéken. A táborba a fiatalok bibliai történetekkel ismerkedhettek meg játékos formában, de kézműveskedés és kincskeresés is színesíthette az egész hetes programot. Egész hetes nyári tábort szervezett az Alsónyéki Református Plébánia óvodás és általános iskolás korú gyerekek számára. A bárányképzőbe a gyerekek bibliai történetekkel ismerkedhettek meg, de kötetlen játékokból sem volt hiány. Trambulinon ugrálás, fogocskázás, kincskeresés is szerepelt a napi programok között. A kisebbek csillogó szemmel mesélték, hogy mi volt a legjobb az egész hetes nyári táborban. Már kettőször voltam ebben a táborban, és azért szeretek itt lenni, mert szerzek új barátokat, meg szeretek imádkozni, meg ezeket szeretem. Nagy Jánosi bátor is második alkalommal vett részt a bárányképzőben. Azért szeretek ide járni, mert vannak ilyen cukorkeresések, meg hát meg sok barátot kerestem, meg a cukorkeresésben az a legjobb, hogy a csapat legalább így együtt megvan, és itt miután még 3 cukor marad, azután a kis csoportos beszélgetésen megbeszéljük a dolgokat, és aki a legjobban válaszol, az megkapja azt a 3 cukrot, nem mindegyiket, csak mindenki egyet, aki a legjobban beszél. Azok a fiatalok, akik már kiskorukban is részt vettek a táborban, most kamasszá vagy fiatal felnőtté cseperedve, mint segítő gardírozhatják, taníthatják a náluk kisebbeket. Az ő feladatuk az is, hogy egy színdarab formájában bemutassanak egy-egy bibliai történetet a kicsiknek. Idén Mózes történetére esett a választás, Mérges Nóra teológus hallgatóként tapasztalatot gyűjteni jött a bárányképzőbe. Én tavaly kerültem ide, akkor voltam legelőször segítő, akkor a Parucai fiúkat dolgoztuk fel, és átvittünk neki egy bibliai értelmezést. Idén Mózes történetét dolgozzuk fel, a kivonulást Egyiptomból, a tenger ketté választását, ami nagyon érdekes és izgalmas téma. Ezeket jelenetek formájában szoktuk nekik bemutatni, ezután van egy kis áhítatos rész is, amiben még jobban kibontjuk, és még egy kis csoportos foglalkozás is, amiben egyenként beszélgetünk a gyerekekkel, elmagyarázzuk nekik, hogy is volt ez, hogy őket is megkérdezzük. Sika Bonyi Eszter gyerekkora óta aktív résztvevője a református tábornak. Először, mint résztvevő voltam itt először, és hát számomra ez egy hatalmas élmény volt gyerekként, főleg, hogy a lelkész is beállt például a jelenetekhez, és hát ez egy hatalmas buli volt számomra. És kifejezetten örültem, hogy később már, mint segítő, én is ilyen élményt adhattam a gyerekeknek. Egy héten keresztül Mózes az egyik legismertebb bibliai alak történetével ismertették meg a gyerekeket, mégpedig úgy, hogy őket is bevonták a szereplésbe. Ez a történet sokféle oldalról meg van támogatva, tehát nem csak a színdarabban, hanem az alkalom után vannak kis csoportos beszélgetések, ahol több kérdésen keresztül próbáljuk még elmélyíteni mindazt, amit láttak itt a gyerekeken keresztül, amikor előadták a színdarabot, illetve utána, a kis csoportos beszélgetés után van egy úgynevezett labbook készítés, és én most beszaladtam az épületbe, és ki is hoztam egy ilyet, hogy így meg tudjam mutatni. Ugye a tábornak az a címe, hogy a szabadító, és ezt a labbookot a gyerekek majd csak pénteken, vagyis ma fogják megkapni a záró alkalmon, amire a szüleiket is várjuk. Minden évben a színdarabhoz a témát vagy a Bibliából, vagy olyan irodalmi műből választják ki, aminek van egyfajta szimbolikus keresztény üzenete. Tavaly Pál utcai fiúk voltak, ott pedig ott a gyerekkapcsolatokon keresztül nagyon sok lelki igazság van, amihez tudtunk kapcsolni bibliai üzenetet a gyerekeknek minden nap, és akkor ott is voltak Pál utcai fiúk, Vörösingesek, Grundwald, tényleg ilyen nagyon izgalmas volt. És nagyon fontos számunkra az, hogy itt a gyerekek
egyrészt olyan lelki jót kapjanak, ami az Isten igazságaira épül, de hogy ezt a gyakorlatban is megéljék. Tehát nem csak arról szól egy báránképző, hogy megismerjük Istent, hanem ha már ismerem Istent, akkor ez mit jelent a kapcsolataimban. Úgyhogy mindig szoktam mondani a segítőimnek, hogy nem csak az a fontos, hogy átadjuk azt, amink van, hanem hogy nagyon kell szeretni ezeket a gyerekeket. És így remélem, hogy ebbe a táborba azok, akik már nyilatkoztak, ilyen 17-18 évesek, ők kicsi táborozóként kezdték. És én nagyon örülök annak, hogy vannak olyan fiatalok, akik megtapasztalják, hogy mit lehet kapni, és akkor utána nem csak örülök annak, amit kaptam, hanem utána rájönnek arra, hogy nagyon jó adni, és amit tanultak, az átadható, és hogy az a következő nemzedék, akik utánuk jön, az majd lehet, hogy tényleg őket fogja követni, és lehet, hogy majd csoportvezető lesz, hogy lesz vágyuk arra, hogy ők is adjanak egyszer. Ötödik alkalommal rendezte meg a bátaszéki székelyek baráti köre a József falvi búcsút. A kétnapos esemény során filmvetítésen, szentmisén és számos kulturális megmozduláson vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény célja, hogy megemlékezzenek elődeikről, ápolják a hagyományt, és hogy erős közösséget építsenek. A legkisebbek készülődnek, hogy bemutassák, mit tanultak az elmúlt évben. Az 5. józsefalvi búcsú kulturális programját Molnár Palkó a Kőleves című történet mesélésével nyitotta meg. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény, háborúból hazatérő katona. Ment egyik faluba B, és a másikból ki. Rongyosan szegény, éhesen. De nem kínálták meg sehol. Egy falat kenyérvel, vagy egy kicsi meleg levessel. Az eseményre sokan ellátogattak. A szüleim, édesanyám is, édesapám is bukovinai székely volt. Nem kell szégyenkezni a székely népnek, és szép hagyományai vannak. A rendezvény egyik célja, hogy megemlékezzenek elődeikről, és tovább ápolják a hagyományt. Fontos, hogy visszaemlékezni a bukovinai, főleg a józsefalvi időszakra, ezáltal is emlékezni a régiekre, meg hát, hogy ott ez volt, akkor itt is. Fiatal gyerekek itt, ők fognak először táncolni, tehát hogy egy ilyen kulturális műsor lesz, de az idén nem lesz olyan nagy volumenű, mint tavaly, ugye, mert tavaly házavató is volt, hogy most csak egy ilyen szerény körülmények között lesz megtartva, jövőre meg, ha minden igaz, már két lett a padlás, akkor annak akropóján akkor egy nagyobb szabású, bővebbet. Hálát adunk a Jóistennek, hogy sikerült gyerekeket megszólítani, illetve egész pontosan a szüleiket, és bátran ránk merik bízni a csemetéjüket, akár hetente több alkalommal is, kis táncpróba, kis foglalkozás, kézműveskedés, mesélés, mesehallgatás, éneklés kapcsán. Úgyhogy én bízok benne, hogy ők a jövő, és így nekünk is könnyebb, hogyha látjuk, hogy van értelme annak, amit mi csinálunk. 5. alkalommal vagyunk jelen úgy, mint józsefalvi, bátaszéki józsefalvi búcsú, és talán a Covid sem törte meg, hiszen nem hagytunk ki, ha jól emlékszem, egyet sem. 2 idegenbeli szereplés után a bátaszéki tájházba tartottuk meg ezeket a rendezvényeket, majd utána volt egy alkalom, amikor a Kultúrház udvarán voltunk, de akkor már felavattuk a keresztünket, és akkor már lehetett érezni, hogy egyszer majd idejövünk. A programokra nem csak a székelyeket várták. Fontosnak tartom azt, hogy megpróbáljunk mindenkit megszólítani itt a településen, akinek csak egy kicsi kis érdeklődése is van. Tehát aki pici érdeklődés mutat felénk, azt vonzuk be, hívjuk, és ha szimpatikusak vagyunk, akkor maradjanak. Tehát nem lehet most már genetikailag megmondani, hogy ki székely és ki nem székely, hiszen én magam is csupán 50%-ban vagyok székely. Én azt gondolom, hogy ha fölveszi valaki sváb létére a székely népviseletet, és eltáncolja a táncunkat, és elénekli az énekünket, akkor egy kicsit azzá tud válni.
És én azt gondolom, hogy most itt az utóbbi időben vannak a táncosaink. A pici gyerekek között is van, aki az egyik népcsoporthoz is jár táncpróbára, de jár hozzánk is. Ezt én nem tartom bajnak. Ismerje meg az egyiket is, a másikat is, és ha felnőtt lesz, akkor sem kötelező neki választani, mert az utánpótlás csoportunkban is, de nagy idézőjelben felnőtt csoportban is vannak, akik más együttesekben, más csoportokban is táncolnak. Nem hiszem, hogy valahol is kenyeret kell törni, hogy most valaki csak az egyikhez tartozhat. Ahogy Péter tanár úr szokta volt mondani, mindenkinek van egy anya egyesülete, akihez először belépett. Na itt kell azt mondani, hogy igen, az a fontos, de hogy ha programütközés nincs, akkor az egyén dönti el, hogy igen, részt tud venni, és vegyen is részt, hogyha lehetősége van rá. A Bátaszéken élő bukovinai székelyek legnagyobb része Józsefalváról származott. Ők a búcsújukat minden évben augusztus 20-án tartották, még Székelyföldön is. Így a hagyományt felelevenítő unokák és dédunokák is igyekeznek az ehhez a dátumhoz legközelebb eső hétvégére szervezni az eseményt. A tegnapi nappal kezdtük tulajdonképpen ennek az emlék folyamatnak az első állomása tegnap este volt. Akkor Bicskei Évát láttuk vendégül, filmrendező és producer, és az ő alkotását tekintettük meg, ami a Kárpátia zenekarról szól, tulajdonképpen egy dokumentumfilm, Magyarnak születtem címmel. Szép számban voltak jelen az emberek, egy erős másfél órát tudunk együtt tölteni, kérdéseket lehetett a rendezőasszonyhoz föltenni, és azt gondolom, hogy sok minden megerősödött bennünk. Egyrészt az a nemzettudat, ami amúgy is jellemez bennünket, de jó az embernek egy-egy visszacsatolást is hallani, meg egy ilyen megerősítést, hogy igen, nem feltétlenül a határokon belül kell csak gondolkodni, hanem nemzetbe szabad gondolkodni. A szombati kulturális műsort egy közös szentmise előzte meg, ahol a bátaszéki székelyek élő és elhunyt hozzátartozóiért imádkoztak. Fiatalkora ellenére már számos sakversenyt megnyert a bátaszéki Matejcsek Vajk, aki egészen kicsi korától kezdve űzi ezt a sportot. A megyei gyerekversenyen általában kimagasló győzelmeket arat, de több felnőtt megmérettetésen is indult már. A sakk mellett szívesen kosárlabdázik, illetve mezei futóversenyeken is részt szokott venni. A nyári szünet alatt egy sakktáborban fejlesztette tudását. Kevés olyan sport létezik, amit törött lábbal is lehet űzni, de a sakk pont ilyen. A bátaszéki Matejcsek Vajk hetek óta gipszben tölti a nyári szünetet, de a Szekszárdon megrendezett sakktábort nem hagyta ki. Ott léttünkkor az oktatás alatt lelkesen jelentkezett, szinte mindegyik kérdése tudta a választ, ami nem csoda, hiszen 5 éves kora óta napi rendszerességgel ül a sakktábla mellé. Nagyapja szeretette meg vele az elmesportot. Elkezdtünk sakkozni, először kikaptam, de utána pár héttel később már nyertem. Azt tartott ott, hogy nagyon élveztem, és nagyon sokat kellett hozzá tanulni, és tudtam, hogy ezt nagyon sokan nem tudják megcsinálni. Vajka jelenleg 2 magánedzés foglalkozik, valamint a Decs KSE igazolt versenyzője is. Heti 6 edzésem van átlagosan, lehet, hogy picit kevesebb valamikor, lehet valamikor csak 4 vagy 3, valamikor pedig lehet, hogy minden nap, ugye. Szerintem 5 éves koromban voltam Miskolcon, vagyis előtte volt versenyem, de az volt az első országosom. Tavaly az U10-ben ugye 2012-esek között 3. lettem, és összesítve 9. illetve 4-szeres megyei bajnok vagyok. A gyerekversenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítménye miatt most már több napos felnőtt versenyeken is indul, ahol nemzetközi értékszámot is lehet szerezni. De nem csak a sakkban remekel Vajk, hanem matematika versenyeken is kimagasló teljesítményeket ér el, illetve más sportokban is jeleskedik. Kosarazok. Ugye most lesérültem sajnos, de kosaraztam a Gyékásszekszárdban. Futok néha, de azt nem olyan komoly szinten. Az ifjú sakkozó napirendje igen szoros. Iskola után minden nap sakk és kosárlabda edzése van, hétvégéit pedig a versenyek osztják be. Vajk felkészülését egy pécsi vállalkozás is segíti és támogatja, hiszen a versenyekre járás, az edzések költségei havi szinten tetemes összegbe kerülnek, amit a család nem minden esetben tudna biztosítani a tehetséges kisfiúnak.
Székely hagyományokkal, népszokásokkal, dalokkal, táncokkal is ismerkedtek a gyerekek a bátaszéki székelyek baráti körének táborában. 22 fiatal vett részt a változatos programokkal tarkított egyhetes nyári elfoglaltságon, ahol még a fazekaskodás és a hímzés alapjait is elsajátíthatták. Molnár Réka épp azt kérdezgeti a gyerekektől, hogy mire is való a szép szoba, hogy hívják a benne lévő tárgyakat, és azokat mire is használták régen a székelyősök. A gyerekek az egyhetes tábor alatt, amit a bátaszéki székelyek baráti köre szervezett, nagyon sok információra tettek szert, megismerték a néphagyományokat, szokásokat, dalokat, táncokat tanultak. Énekeltük az a kezeddel csattogtas, a bogja tetején áll egy gólya, meg még énekeltük a cindrálomot, meg az Ádámnak volt két fiát. Kézműveskedés is szerepelt az egész hetes program kínálatában. Tetszik a tábor, azért tetszik, mert sok táncot tanulunk, meg játszunk, társasozunk, meg agyagoztunk is a héten, az is jó volt. Megtanultam agyagozni, azt még nem tudtam, meg fonni. A székelyek baráti körének van egy székely dédunokák csoportja. Az ő számukra szervezték meg az egyhetes nyári tábort. Szoktunk ősszel is, tavasszal is, télen is egy-egy hétvégét szervezni. Nyáron úgy gondoltuk, hogy egy egész hetet próbálunk meg együtt tölteni. Talán kicsit jobban is tudunk haladni a dolgokkal, a koreográfiákkal. 22 gyerek van jelenleg a csoportban. Vannak hárman, akik azért csatlakoztak a táborhoz, mert vannak bukovinai székely, tehát van bukovinai székely kötődésük, és itt nyaralnak a mamánál éppen a városba, és akkor őket is hívtuk, hogy kicsit részesei lehessenek ennek a tábornak. Táncolunk, énekelünk, kézműveskedünk. Próbálunk a kézműveskedésbe is egy kicsit a bukovinai székely hagyományok mentén haladni. Fazekaskodtunk hétfőn, kedden, aztán tegnap előtt a székely varottasokkal ismerkedtünk meg, székely itt a segítségével, aki elhozta a munkáit, amiket meg is tekinthettünk, és egy kicsit megtanította nekünk az alapöltéseket. Próbálkoztunk, de ez még egy kicsit nehéz volt ennek a korosztálynak, de nagyon tetszett nekik ettől függetlenül. A gyerekeknek a bukovinai székelység történetéről is meséltek a szervezők. A térkép segítségével próbáltam elmagyarázni az útjukat, az életüket, a káváriájukat, hogy hogyan jutottak ide, és mégis hogy kerültek ide például bátaszékre is az ő őseik, mert a nagy része a csoportnak az rendelkezik bukovinai székelyősökkel. Nagyon figyelünk arra, hogy próbáljunk archív anyagokból gyűjteni a gyerekek számára is. Szerencsére elég sok gyerekjáték, gyerekmondók a gyerekének maradt meg, úgyhogy úgy kezdtük a hét elején, hogy 2 új éneket, játékot szedtünk elő, amit archív anyagból hallgattunk meg. Egy idős néni énekét hallgatták a gyerekek, és az alapján próbáltuk teljesen hasonlóan elénekelni az éneket, azzal a hanglejtéssel, tájszólással, ahogy hallottuk. Reméljük, hogy ez helyek közben sikerült is. Székelyek házának van egy tájház része, ahol rengeteg gyönyörű dolog gyűlt össze, és próbáltam ezt is a gyerekeknek egy picit bemutatni, megmutatni. Próbáltuk tanulgatni a régi szavakat is egyébként, tehát van egy ilyen játékunk is, hogy mondok egy szót, ki kell találják, hogy az mit jelent, ez most már nagyon megy nekik és tetszik, és úgy gondolom, hogy elég sok minden meg is maradt bennük, és élvezték ezt a dolgot, amit így a mai világban azt hittem, hogy ez nem fogja őket érdekelni, de nagyon-nagyon örültem neki, hogy nagy érdeklődéssel fogadták és hallgatták ezeket a régi időkről, régi tárgyakról szóló történeteket, meséket. A tábor utolsó napján a lányok a népviseletükhöz illő nyakláncot fűztek, a fiúk pedig kulcstartót készítettek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!